A mai videóban a FOMO című film főszereplőivel forgatunk. A filmet október 10-én mutatják be a hazai moziba. Ma erről fogunk beszélgetni. Én László Panna vagyok, mindjárt 20 éves, és a filmben Somogyi Lillát játszom. Sipőc András vagyok. Én Kovács Ábrisnak a karakterét alakítottam a filmben, aki egy része ennek a falkának, amiben ez a négy srác hát egy ilyen baráti viszonyt, nagyon szoros baráti viszonyt ápol. Én meg Golecász Jorgosz vagyok, 22 éves, és a filmben Gergőt játszom. Én Bukai Gergő vagyok, Bagosi Patrik nevű karaktert játszom a filmben, aki ennek az említett falkának az ilyen domináns tagja, ilyen csapatfőnök. Annyi a lényeg, hogy én vagyok a nagy csög. Tetszik, hogy ilyen fiatalok, és a pesti életet mutatják be. Az igazi pesti életet mutatja be, egyébként nem hallottam még a srácokról, de... Kösz. Egyelőre egy ilyen sima tinik életéről van szó. Egy nem sima csavarra. Tinik. Mondjuk ez így tök durva, hogy youtubereket összeraknak rendes színészekkel. Azt mondták, hogy rendes színészek vagyunk. Nem vagyunk youtuber. Ja, de a Csipi az a... Cetli. Jó kis 4-es-6-oson megy a buli. Izgalmas életet élne. Na, én vagyok, hello! Nem feltétlen mutatja be jó színben, de érdekes így külső szemlélőként is belelátni, hogy miket élhetünk meg nap, mint nem. Nem értik. Ajaj. Ajaj, baj van, baj van. Stól András, jaj, ne! Köszönöm, megnézem. Köszi. Mi az első benyomásod, megnéznéd ezt a filmet? Igen. Hát érdekesnek tűnik valószínű, vagy hogy úgy... Tervezem megnézni. Nem szeretem az ilyen típusú filmeket, de már csak szimplán azért megnézném, mivel magyar alkotás. Igazából benne van egy youtuber is, ez is már egy nagy hype, hiszen még több fiatalt meg tud ez mozgatni. Majd meglátjuk, hogy mennyi a realitás alapja az egésznek, de alapjáraton bőven van olyan anyag, amiből most építkezhet és töltekezhet, mert tényleg napi szinten ez zajlik, csak hát nem ugye kamerák keresztüzében, hanem csak a baráti társaságon belül. Most már hát a neten is. Pont ez az. Tehát, amiről előbb beszéltünk, igen, hogy ez kamerák előtt történik már. Tehát a többség az jó esetben nincs fölvéve, de amiből igazán nagy feszkó van, az az, amit fölvesznek. Igen. Ez meglepő módon tök jó, és én is megnézném. Szerintem ez inkább próbál egy ilyen amerikai filmre hajazni, és a magyar fiatalok nem biztos, hogy ennyire durván buliznak. Persze nyilván előfordulhat, de én igazából nem találkoztam ilyennel. Szóval az igazság, hogy ez bennem is felmerült azzal kapcsolatban, hogy szerintem pont amit mondtunk az elején, hogy ez nem betítetőre, nem lehet egy sablon a fiatalokra ez az egész. És én is, hogyha belegondolok, akkor nekem nincsenek ilyen ismerőseim, akik így élnek, mint a srácok a filmben. Hanem, mert én nem egy ilyen közegben ültem fel, mert nem egy ilyen iskolába jártam, de hogy ez egy olyan réteg, akik vannak és léteznek, csak nem mindenkit érnek el. Abszolút hiteles, tehát ismerek olyan embereket, akik ilyen színvonalon... Ismer olyan embereket! Inkább Instán van ez, hogy ha van 1000 követőd, akkor már jó vagy, 1000 alatt már nem is állunk szóba senkivel, meg kövessetek be 600-an, én nem követek vissza senkit. Nem tudom, hogy te hányszor találkoztál ilyennel, hogy te figyelj, én láttam, hogy nem követsz Instagramon. Nincs Instagramon. Ja, tényleg. Az én karakterem ugye Lilla, és ő egy 17 éves gimnazista lány. És abban tudok vele azonosulni, és ez már nagyon szépen kijött a próbákon is, hogy ugye neki az apukája, ő egy töri tanár, és ezért az iskolában, ahova ezek a srácok is járnak. És ezért őt mindig így egy kicsit úgy máshogy kezelték, és hogy fújja a János Bának a lánya, és ez nekem is abszolút megvan, mert nekem meg színész az apukám, és ezért
amikor megkaptam például a film szerepet is, akkor is egy csomóan így mondták, hogy ja, persze az apukája miatt, és ez így nagyon sokszor bejött, de hogy ez egyébként nem igaz. Nagyon szeretek társaságban lenni, és van egy ilyen csapatmorál, vagy nem tudom, ami tényleg magával ragad, és rám tényleg nagy hatással van például az, hogy a környezetem, az emberek, akik körülvesznek, hogyan állnak hozzá egy adott dologhoz. Picivel távolabb állok korosztályban, és ezért sok rész volt, amivel nagyon nehéz volt így azonosulni, vagy így át tényleg így rendesen beleélni magam. A filmben megjelenő karakter, a Patrik, az igazság, hogy élvezi azt, hogy megalázott embereket nézők, vagy nézettség számért. Szóval tudja, hogy ezt az emberek eszik, és ezért ő úgy gondolja, hogy ő megteheti azt, hogy másoknak a kárára másoknak örömet okoz. Ami nagyon messze áll tőlem, mert egy alapvetően egy konfliktus kerülő ember vagyok. Hála Istennek, nekem nem volt ilyen durva bullying élményem az interneten, de nekem is vannak ismerőseim, akiknek volt, tehát hogy ezt tudom, hogy ez létezik nyilván. Vannak olyan dolgok, amiket nem szívesen mondok el a szüleimnek egy-egy buliról. Történnek olyan dolgok, ezek nem feltétlenül velem történnek, amiket szintén azért nem mondok el nekik, mert tudom, hogy csak a feszkó lenne belőle. Szerintem bátran lehet fordulni hát szülőkhöz, vagy felnőttekhez, akár egy megbízható tanárhoz. Biztos mindenkinek van legalább egy jó fejtanára, nem? Ez nem így működik. Vagy egy jó fejszülő. Igen, legalább egy. Igen, bár egyébként én érzem azt, hogy ez a generációs szakadék ez egyre nagyobb. Ahogy gyorsul a világ, a szülők annyira nem tudják követni azt, hogy mi történik a fiatalokkal, hogy néha ez inkább még egy ilyen ellentétet szül, hogyha a szülőkkel beszélnek, de szerintem mindenképpen érdemes megbeszélni velük, és egy kicsikét megértetni velük, hogy mégis mi ez az egész világ. Most, hogy majd megjelenik a film, már fontos lesz nektek, hogy mit posztoltok Instára, követők, stb. Én esetleg YouTube félek. Csatornát indítotok. Ez tényleg indítasz YouTube félelmet. Csatornát? Nem hiszem. De... Sziasztok, Jorgosz vagyok! Van egy kis fomóm ezzel kapcsolatban, mert érdekelt volna, hogy mennyiben nő meg mondjuk a követőimnek a száma, de most ennek emiatt nem fogom visszatenni, hogy ezt megnézem. Hát nem tudom, én még nem mertem ezen így gondolkozni, mert amúgy még nem látom, hogy ez mikor lesz, meg nem tudom, inkább akkorra hagyom. Most nekem körülbelül 10 000-rel kevesebb követőm van, mint amennyi a csúcson volt. És van egy ilyen jó oldala is az egésznek, hogy kicsit azt érzem már, hogy egyre biztonságosabban érzem már így a saját oldalamon magamat. Én minden kommentet elolvastam, úgyhogy nekem ez te nagyon annyira hülye vagy. Én ebből előadást fogok csinálni. Miért? Az egyetemen. Azért, mert rohadt jó! Rá fogunk menni az agyadra egy imádom. Időt. A film lényege tömören. Pár magát a magyar Logan és Jake Paulnak való gyökér idióta istentelenül megszívja. És őszintén ki ne akarna egy olyan filmet látni, amiben idegesít a hülye gyerekek, istentelenül megszívják. És Stallnak meg nagyon jól áll a szerep. Hát, rendes lehet volna. Stallnak tényleg jól áll a szerep. A drog rossz. Ez így igaz? A rosszat pedig nem így írják. Egyeszen nagyon rossz. Egyeszen a legrosszabb. A 90-es években azért volt könnyebb, mert nem volt internet, és nem maradt úgy nyoma a hülyeségnek. Hála az égnek. Erről beszéltünk, és ez tök így van, hogy ez a probléma most ezzel az egészen, hogy megmarad a mosoknak a nyoma. Talán ott jobban meg volt élve így a dolog, nem volt ez a plusz. Meg ez azt jelenti szerintem, hogy a 90-es években is ugyanezt csinálták az emberek kb., csak nem posztolták. Nem értem meg azokat az embereket, akik a mai fiatalokat szidják. A mostani viselkedés szerintem visszavezethető a nagyszülőkre, akik már a mostani gyerekek szüleinek nem adták tovább az értékeket. Ezek a generációk hagyták, hogy a mostaniak olyanokká váljanak, ami miatt most a gyerekeket okolják. Részben. De igen. Húha. Ez az igazság, hogy ez egy nagyon okos üzenet szerintem, ami itt le van írva. Az az igazság, hogy tényleg nem csak a gyerekek hibája, ami történik velük. Nem tudom hány éves korig, nagyon durván a szülőkre vannak bízva ezek a srácok, mint mi. És hogy ez szerintem egy teljesen korrekt üzenet ezzel kapcsolatban, hogy bizony nem csak arról van szó, hogy a fiatalok hülyék, hanem ők valahogy hülyék is lettek. Lehet kicsit off topic, elnézést, de a rendező szingli? Nem, van neki barátnője. Kedves mama, el kell, hogy keserítselek, de
Nem szingli. Hajnal Márton, speciál big cringe. Ez is. Érthető. Tusé. Nekem is az volt kicsit. Ez tök érdekes, mert nekem is írták ismerőseim, akik egy kicsit idősebb, úgy idősebb korosztály, hogy 25 fölött mondjuk, hogy fú, ez nagyon cringe, meg nagyon kellemetlen az egész. Sajnálom. Olcsvári Dániel kérdezi, hogy műfaját tudja valaki? Tenti 2 válaszolt, talán vígjáték, vagy nem tudom. Én azt az infót kaptam, hogy ennek a teljesen true megnevezése az a coming of age dráma. Szép példát mutattak a fiataloknak, csak így tovább, egy elkorcsult társadalomért. Ez olyan, mint valami motto, érted? Nem tudom, Garnier, csak így tovább, egy elkorcsosult társadalomért. De ennek nem az a lényeg, hogy... nem az a lényeg, hogy példát mutassunk, hanem azt, hogy megmutassuk, negatív, hogy... ellenpélda. Ez egy ellenpélda, ez egy fordított pszichológia. Nézd meg a filmet, Kata. Mindenkinek ezt mondom. Úgy, én fél éves csinálom, a taxisoknak adom el a filmet, meg minden teljesen kellemetlen. Imádom csinálni. Cudar módon sajnálom a szexéhes fiatalokat. Mi annó örültünk, hogy ha elég melasz a kukorica... Jutott, kimaradt az ige. Na tehát, mi annó örültünk, ha jutott elég melasz a kukorica prószánkra. No, de más lett a világ. Csak kíváncsi lennék, 10 év múlva mire lesznek éhesek? Kérdője. Ez egy kész, szabad vers. Mi az a kukorica prósza? Mi az a kukorica prósza? Profilképet szeretnék kérni. Nem vagyok hajlandó elhinni, hogy ez egy magyar film, magyar előzetese. Olyan jó érzést látni, hogy a magyar filmipar egyre magasabb és magasabb szintre emelkedik. Gratula a rendezőnek, Hartung Attilának, egy ilyen első filmet összehozni nem semmi, és gratula az egész stábnak és a trailer vágójának. Így gratulálok Duszka Péternek, ő egy fantasztikus ember, ő volt a vágunk. Ha a karod összehajthatod, elrakhatod a zsebedbe és hazaviheted. Komolyan. Tartsd meg. Film a gyökér, idióta és teljesen szánalmas social media generációról. Ja, amúgy... Van valami igazság. Ez is lehetne így a, mit tudom én, tudom. A címe a filmnek. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Pomóval kapcsolatban megtaláltok mindenféle dolgokat a leírásban, és október 10-től menjetek majd a moziba.